További kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont rádió hallgatóinak, a mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta, munkatársam pedig Hajdú Zénó. Mielőtt a stúdió vendége beült, beszélgettünk, és a sok elhangzott mondatból egyet megjegyeztem, én úgy fogalmaztam, hogy ki is loptam, ez pedig így hangzik, hogy munkámban is másokat képviselek, másokat képviseltem eddig is, és másokat képviselek a jövőben is, tehát a munka és a feladat az gyakorlatilag nem változik. Köszöntöm Nagy Ákost, a nyomortelep felszámolási program élére kinevezett megbízottat, aki egyébként képviselő jelölt is, ugye? És hát arról lenne szó, mint az előttünk álló percekben, egy konkrét feladat nyomán, hogy hogy került kapcsolatba, ilyen szoros kapcsolatba a politikával, és konkrétan ezzel a feladattal. Úgyhogy én arra kérem, hogy először egy kicsit tekintsünk vissza ügyvédi tevékenységére. Tőzsgyökeres Miskolci, ugye? Igen, jó reggelt kívánok! Tőzsgyökeres Miskolci vagyok, minden a városhoz köt. Sok fórumon elmondtam már, itt születtem, ide jártam iskolába, itt dolgoztam ügyvédjelöltként, itt vagyok ügyvéd is, és kicsit azt szoktam mondani, ha szűkebb pátriámat el kell hagyni, és el kell mondjuk menni a város egy másik részébe, már nem szoktam magam olyan túl jól érezni. Szűkebb pátria ennyire konkrétan lerövidül, vagy ennyire berajzolódik? Az én szűkebb pátriám Diósgyőr. Tehát ez a városnak az a része, amit nagyon szeretek. Én ott érzem igazán otthon magam. Tehát a miskolciságom, mond túlmenően, még van olyan része a városnak, ami igen közel áll a szívemhez. Hát akkor ott most lesz tennivalója bőven. Azt mondta, hogy egy olyan jó másfél évvel ezelőtt, bár inkább behatároltuk, akkor változott meg az élete ilyen irányba, akkor terelődött, de a 2018-as esztendőről pedig azt mondta, hogy ez a változások éve az életében? Nagy változások éve az életemben. Mert hogyha visszanézünk egy picit, és akkor hagyjuk örök vissza körülbelül másfél évvel ezelőttre, akkor kezdtem el polgármester úr felkérésére, Hubay György országgyűlési képviselő, akkor meg képviselő előtt, illetve önkormányzati képviselőnek a tevékenységét segíteni. Aztán ugye a kampányban is dolgoztam képviselőjelölt úr mellett, és aztán jött a felkérés, hogy induljak el a Miskolc 12-es számú választókörzetében képviselőjelöltként. Nagy változás volt az életemben, de hogy visszakössek egy kicsit a bevezetőre, a pást megoszlik, vagy a pást változik, a képviselet az marad, mindig is embereket képviseltem, most sem készülök másra. A másik változás az életemben, az pedig nyilván, hogy én gyakorlatilag családalapítás előtt állok, tehát itt is. Tehát magánéleti változás. Így van. Tehát ez az év, ez nagyon sok változás. Ezt így írta meg a horoszkópja, vagy mi történt? Én nem tudom, a tudatos gondolkodásban, vagy a tudatos cselekvésben sokkal inkább hiszek, mint a horoszkópban. A csillagok legfeljebb hajlamosítanak, de nem determinálnak, azt szoktam mondani ebből a történetben. Azt, hogy változás igazán nincs az életében, mert a mások képviseletéről van szó, ezzel én egyetértek, de azzal, ha nem haragszik, talán kevésbé, hogy azért ez egy gyökeresen más jellegű feladat lesz. Ez itt sokkal jobban a kirakatban történik. Számolt azzal, hogy lesz vád, lesz ilyen-olyan megnyilvánulás, vérekedés, bár ez nyilván az ügyvédi munkája során is így volt, de ennyire nyilvánosan ez nem történt meg az életében, mint ahogyan majd most következik. Nyilván, amikor a felkérést megkaptam, én ezen is elgondolkodtam. De azt gondolom, hogy én nagyon tiszta eszközökkel és nagyon tiszta gondolatokkal indulok ebbe a megméretetésbe. Hivatásából adódóan is. Talán igen. Nagyon sok tulajdonságot fel tudok itt használni, vagy nagyon sok képességet, amit egyébként ügyvédként már megszereztem. És az, hogy vannak támadások, vannak megkeresések, az, hogy nem tetszik mindenkinek az, amit csinálok, vagy nem tetszik mindenkinek az, hogy én most kiállok és felvállalom ezt, az teljesen egyértelmű. De engem ez nem zavar. Nyilván nem tetszhet mindenkinek, mert akkor nagy probléma lenne. Azt hiszem, hogy a feladatom az inkább nem is az, hogy ezek a vélemények rám hassanak, tehát amik esetleg negatív vélemények, hanem az, hogy megpróbáljam azokat az embereket is meggyőzni a munkámmal, a szavaimmal, a cselekedeteimmel, akik esetleg most még támadnak, vagy nem értenek velem egyet. Amikor a nyomor negyedek felszámolásával megbízták, és kinevezték ezt a fő feladatot, ugye, akkor mi volt a legfontosabb, amit megpróbált magának így, ha úgy tetszik, lerajzolni, felvázolni, hogy ez az, amivel én mindenképpen foglalkozni akarok, és így? Gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos program. Tehát ennek voltak előzményei. És akkor hagyj kössek vissza megint a jelenlegi városvezetéshez, illetve Hubay György képviselő úrhoz. Ugye ennek a területnek ő volt a gazdája, idézőjelben. És voltak jó eredmények. Tehát elég első lépésként is talán az a leglátványosabb, hogy ha a stadion
körül, az új stadion körül számozott utcáknak a felszámolását, megszüntetését nézzük meg. De hát nem lokális a probléma. Az ilyen telepek azok nem csak a stadion körül találhatók meg. Szerintem mindenki tud a saját lakókörnyezetében mondani olyan ingatlant, ami ezt a programot érintheti, vagy ennek a része lehet. A feladat az nyilván az, egyedül nem tudom csinálni. Tehát nagyon sokan kell, nagyon sok embernek kell a segítsége, az önkormányzati képviselőknek, akik nagyszerű helyismerettel rendelkeznek. Szükségünk van arra, hogy ugye a város cégei, az önkormányzat cégei, például leginkább ugye a MIK bekapcsolódjon ebbe a programba. De az első feladat az volt, hogy egy erős felmérést csinálunk. Most is a felmérés szakaszában vagyunk. Miközben pontosan tudjuk, hogy már most is ismerjük azokat az ingatlanokat, amikre a jövőben sor fog kerülni a megszüntetésére vagy a felszámolására. Folyamatos lesz a munka. Tehát itt van még mit tenni, de a városvezetésnek volt egy ígérete. És 35 ezer miskolci kérésére és aláírásával támogatva, hogy a nyomortelepeket Miskolcon fel fogjuk számolni. Egy métert nem hátrálunk ebbe a programba, és különösen érdekes, hogy ez egy sikeres program. Azért sikeres, onnan tudjuk, hogy máshol Jakazincz-Barcika például, csak az a különbség, hogy még Miskolcon a program kezdetekor óránként kopogtattak a jogvédők, és mindenki felháborodását és tiltakozását fejezte ki. Az azóta megszűnt együtt a Városháza lépcsőjén demonstrált. Mi úgy döntöttünk, illetve akkor a városvezetés is úgy döntött, hogy minden tiltakozás ellenére ezt végig csináljuk. Barcikán ma ugyanezt történik, Kazincz-Barcikán. Egy cikket nem olvasunk róla, hogy bárkinek nem tetszene. Ez azt jelenti számunkra, hogy jó úton járunk, és ez egy sikeres program. Jó úton járunk, és azt mondta, hogy segítők nélkül nem megy, és olvastam egy nyilatkozatát, amelyben külön hangsúlyozta, hogy Széchenyi Marianna, akit megválasztottak a rendészeti bizottság vezetőjének, milyen nagy segítséget ad ebben a munkában. Igen, nagyon számítok elnökasszonynak, képviselőasszonynak a támogatására. Egyrészt azért, mert ő nagy tapasztalatokkal, jó helyismerettel rendelkező képviselő. Másrészt pedig a rendészeti bizottságnak van egy véleményező munkája ennek kapcsán. Tehát ez önmagában nem városképi kérdés, a nyomortelep felszámolása. Rendészeti, közegészségügyi, köztisztasági, ingatlanforgalmi, rengeteg szegmens által elő kérdés. Képviselő asszony munkájára ugye azért is számítunk, nem csak a helyismeretével, hanem azért, mert ő a kvázi jogalkotóként, és nagy tapasztalatokkal rendelkezhet az, hogy hogyan csináljuk dinamikusan, hogyan formáljuk dinamikusan ezt a programot. Együtt fogunk működni benne, azt gondolom, most is nagyon jó a kapcsolatunk. Azt mondta, hogy rengeteg szegmens átölelő kérdés, kétségtelen, van ennek egy szociális része is. Hogynem. Ez a legkellemetlenebb, ha úgy tetszik. Nem hiszem, hogy ez nem kellemetlen kérdés. Egy rövid akkor a leginkább hangulatkeltő, ha úgy fogalmazott, talán így jobb. Igen, annyi mesélek egy rövid történetet, kint voltunk egy ingatlant megnézni. Nem bontásra váró ingatlan, csak ilyen, talán nem is jó szó, hogy problémás ingatlan. Gyerekek is voltak az ingatlanban, gyerekek, akiknek nincsen személyi igazolványuk, ahol a szülők nem találják a születési anyakönyvi kivonatot, gyerekek, akiknek nincs oltási könyvük. Azt se tudjuk, hogy ezek a gyerekek belettek oltva például. Megkapják-e a szükséges egészségügyi ellátást. Nem tudjuk, hogy ezek a gyerekeknek van-e tajkártyájuk. Ebből a szempontból egyetértek önnel, valóban szociális kérdés, de ott, ahol a szülők nem figyelnek, és ezt felmerem vállalni, ott a közösségnek a felelőssége ez, hogy ezek a gyerekek ne... Melyik közösségnek? Ilyen mondjuk a Miskolc város közösségének, ennek a telepfelszámolási programban résztvevő emberek közösségének a feladata. Ez sok szegmensű kérdés. Ez csak az egyik kérdés például, de ez volt a legszembetűnőbb, amivel először találkoztam. Tehát ez egyszerűen megdöbbentő volt, hogy ma ilyen helyzet van Miskolcon, és ezt meg kell szüntetni, ezt fel fogjuk számolni. Igen, ezzel találkozni borzasztó lehet egyébként. Hogy történik maga? Ugye erre egy példa, hogy elmegyek, megnézem, helyszíni szemlét tartok, de maga a megszüntetés, hát ez is nyilván valamiféle forgatókönyv szerint történik. Értelemszerű. Ugye, ahogy mondtam is, már meg vannak azok az ingatlanok, amik megszüntetésre kerülnek, hiszen folytatódik a program, illetve az önkormányzati képviselőktől és a lakosságtól is képviselőkön keresztül nagyon sok jelzést kapunk-e az ilyen ingatlanokkal kapcsolatban. Nyilván súlyozni kell. Tehát mondjuk egy olyan ingatlannál, és most cím nélkül elmondanám, amit kiürített az önkormányzat, és harmadszor, negyedszer, ötödször költöznek bele-vissza az emberek, az azt gondolom, hogy annak prioritást fog élvezni.
a megszüntetésnél. Vannak olyan ingatlanok, ahol ilyen jellegű problémák nincsenek, az picit hátrébb lesz a sorba. A legutóbbi telepfelszámolási rész kapcsán, ez a Ruzsini úton volt, ott az önkormányzat azért, hogy megszüntethesse ezt a részt, megvásárolta árverésen az ingatlant. Azért, mert olyan tartozásokat halmoztak fel az önkormányzat felé, hogy az árverési vétel az kedvező volt. Meg kellett szüntetni, lehetett látni ezeket a képeket. És ott még van feladat, de mindenütt van feladat. És amikor gyakorlatilag üres az ingatlan, és felszámolható, megszüntethető, akkor gyakorlatilag már technikai kérdés, hogy ez hogyan kerül kvázi szószoros értelmű lerombolásra. Tehát a formái, több formáról beszélünk, hogy melyik mellett dönt a felszámoló bizottság, az egy személyleg önön múlik? Tehát például az, hogy ezt a házat, amelybe visszaköltöznek, hogy az ön példáját erősítsem, vagy mondjam én is, említsem, 3x-4-szer, ott le kell bontani, nincs más megoldás. De a másik példa, amit mondott, hogy az önkormányzat megvásárolja, az is példa, az is egy másik forma. Az, hogy melyik érvez elsőbséget, az min múlik? Nem én döntök ebbe. Tehát én a döntésekben és azt gondolom, hogy azzal kezdtük, hogy ez egy csapatmunka, a csapatban kell dolgoznunk. Ezt a csapatot polgármester úr vezeti. És olyan emberek ülnek benne, mindenkinek meghallgatjuk a véleményét. Nyilván előbb-utóbb a prioritások kirajzolódnak. Mi az, amit előre kell vennünk, mi az, amit hátrébb, de én nem döntök ebben. Tehát testületi döntés. Ebben egy személyben nekem gyakorlatilag az operatív munka lesz, lehet a feladatom. De nagyon alapos előkészítést igényel, tehát tulajdonképpen többféle véleményt kell szintetizálnunk, az önkormányzati képviselő véleményét, a lakosság véleményét, a önkormányzat cégeinek, akik ebben benne vannak, az ő véleményüket, meg hát azt az igényt kell végül is áttolnunk, hogy mindenki szeretné, ha a saját környezetében rend lenne. Igen. Tehát azok között azért meglehetősen nehéz lesz, azt gondolom, nehéz lesz. Dönteni ugyan nem dönt, de nyilván erre rendelkezésére egy bizonyos keretösszeg, amelynek a hasznosulásáról, felhasználásáról el kell számolni. Én azt gondolom, hogy tehát ez a keretösszegben való gondolkodás még talán egy picit korai is. Eddig ezek úgy történtek, hogy nagyrészt önkormányzati ingatlanok voltak. Tehát saját. Előnyt élvezhetnek szerintem azért is az önkormányzati ingatlanok, mert az önkormányzati ingatlan alatt önkormányzati telek van. Most, ha megnézzük ma Miskolca, hogy mi az értékesebb egy olyan ingatlan, amin vár egy elbondásra álló romosház, vagy egy üres telek, ami esetleg értékesíthető, vagy közösségi célra felhasználható. Hát itt tiszta telek, egy összkomfortos, vagy bocsánat, összközműves telek, ez ebből a szempontból sokkal vonzóbb, mint amin áll egy romosház. Tehát ez a program akár az önkormányzat gazdasági lehetőségeit, az ingatlan portfólióját is bővítheti, színesítheti. Tehát ez egy újabb szegmens, amit figyelembe tudunk venni. Hány ilyen nevezzük gócpontja van a városnak? Sok. Szerintem sokkal több, mint kéne. Én számot most nem szeretnék mondani, de lesz feladat. De már csak azért, hogy a Ruzsint említett, ezt szóltunk a stadion melletti környékről, mondjuk a Békeszálló környékéről is lehetett. Balaton utca, Méztelep utca, sorolhatnám. Igen. Itt Megyesalja utcán is van. A fontossági sorrend az mindig az egyedi kérések fogják, vagy egyedi kérések dönthetik el. Hogy egyedi a szomszédok? Nem. Mondjuk a önkormányzati képviselőnek az a jelzés, amit előbb említettem, hogy a üres és egyébként lebontásra váró ingatlanba éppen harmadszor próbálnak meg visszahurcolkodni. Mindig mások egyébként, tehát van olyan, hogy is ugyanazok próbálnak meg. Azt gondolom, hogy ez az ingatlan, ez elsőbséget fog elvezni. Mennyire tudják, vagy van erre egyáltalán valamilyen kötelezettség figyelemmel kísérni az onnan kiköltöztetettek életét? Egyáltalán hova kerülnek, hova mennek? Én azt gondolom, ezzel eddig sem volt probléma. Tehát ezzel eddig sem volt baj. Amit én tudok róla, hogy nem feltétlenül Miskolcváros területén maradnak. Tehát nem félő, hogy megjelennek újabb részén a városnak valahol? Én tudom, hogy vannak olyan vélemények, hogy igen, hogy nagy tömbbe mennek bizonyos helyekre, én nem félek ezzel, nem félek ettől. Mert azért nem, mert Miskolcon jó a rendészeti helyzet. Tehát áll olyan szinten az önkormányzati rendészet, a sheriff rendszer, az egész országban példa az önkormányzati rendészetünk. Az egész országban, a belügyminisztériumban példaként emlegetik a körzetekre lebontott sheriff rendszerünket, hogyha bármilyen problémá történik, és ne szűkítsük le a közbiztonsági problémákat a nyomortelepekről kiköltöző vagy onnan elmenő emberekre. Tehát olyan emberekkel is van közbiztonsági probléma, akik egyébként egy
panelház 8. emeletén laknak, tehát én nem szűkíteném le erre. Azt gondolom, hogy ez akkor kezelhető lesz, hogyha aktívan probléma lesz. Csak akkor egy dolgot kell tisztázni, hogy ha az a vált, hogy ezek az emberek Miskolcon maradnak, probléma van velük, közbiztonsági probléma, akkor azt tisztázzuk, hogy ezek azok az emberek, akik a nyomortelepekről eljöttek, és ne keverjük össze azokkal az emberekkel, akikkel egyébként is van baj. Mert hogy ez hangulatkeltés. Igen. Ezek az emberek, azok az emberek, tulajdonképpen igen. Kik azok az igen. Emberek, akik igen. A nyomortelepeken vannak? Igen. Talán nem is, ezek az emberek, azok az emberek talán nem is volt jó szóra. Mert ismerünk olyan telepet is, amit fel lehetne számolni. Mert problémás. Mert rossz az állaga az ingatlannak. És hagyd meséljem el, szintén a 12-es választókerületben van, a volt békeszálló területén. Az, hogy milyen környezetet alakít ki valaki, az pusztán jellem, meg gondolkodás kérdés, és nem pénzkérdés. Mert van olyan terület a 12-es választókerületben, hogy bontásra érett volna az ingatlan, vagy problémás lehetne az ingatlan. Rózsákat ültetnek a ház elé, takarítanak, tisztán tartják a környezetüket, rászólnak arra az emberre, aki szemetel. Ez nem ingatlan állapot kérdése, hanem viselkedésnek és gondolkodásnak a kérdése, és akkor visszaugranik az, hogy ezek az emberek, van, aki képes arra, hogy rendbe tartsa az környezeteit tisztán, akkor is, ha az anyagi lehetőségei vagy képességei korlátozottak, szűkösek, van, akit még nem is érdekel. És az, akit nem is érdekel, azoknál nagyon gyakran találkozunk például, és az ott meg tűzávassal harcolni kell ellene, ott viszont már bűnügyi kérdések felmerülnek. Tehát azoknak a ingatlanoknak a környékén felmerül nagyon gyakran a kábítószer használat. A designer drogok használatának a kérdése, ez biztos, hogy nem fog működni, tehát ez biztonsági kérdés. Legalábbis a 12-es választókerületben bátran merem állítani, hogyha megválasztanak ott ez nem fog működni, tehát ott nem lesznek kábítószeres tanyák. Már csak azért sem, mert hogyha az egyik elkezdi, akkor az ott el fog terjedni. Hát ha jól hámozom ki a szavaiból, igazán konkrétan nem neveztük meg, de a problémás emberekről van szó, akik között valóban vannak ilyenek is, olyanok köszönöm, is. Köszönöm szerkesztő asszonynak ezt a pontosítást, lehet, hogy egy kicsit terjengős voltam, de köszönöm ezt a pontosítást, így van, én erre gondoltam. Én pedig köszönöm szépen a beszélgetést dr. Nagy Ákosnak, önkormányzati polgármesteri megbízottnak, és hát az együttműködést, amiről többször szóltunk, az valamennyien szorgalmazzuk mi is, mert a saját érdekünk is, hogy szebb környezetben éljünk. Ne csak a Diósgyőriek, ami szíve csücske, hanem igen. A város egész területén. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és mindenkinek a támogatására számítok. Köszönöm.